Sziasztok! Isten hozott az Unusual Leisure csatornán, Cynthia szülinapja special kiadásom. Boldog szülinapot, Cynthia! Köszönöm szépen! Nagyon jó 26 évesnek lenni, most már felfele kerekítünk a 30-ra. Így van, de már 25-ről is, úgyhogy... Hát jó, de ilyen 25... Mint hogy annyira érdekelne, vagy ilyesmi. Sokkal másabb, nem? 26-nak lenni, mint 25-nek. Ja, persze. Teljes változás, amikor... mint hogyha kísérjeltek volna. Egyik nap lefekszel aludni 25 évesen, másnap felkelsz 26 évesen, és egy teljesen más emberre tél. Erről az időt eszembe, amikor a révész mondta, hogy egyszer hazamentünk az exemmel, és akkor nem furcsa, hogy a reggel még Londonban ébredtetek, most meg már telegerendáson feküdtök le aludni. Erre emlékszem, akkor én is ott voltam. Igen. De nagyon furcsa szerintem, igen. Nagyon, aha. Már annyira, mint 26 évesnek lenni. Igen, meg az is tök fura, hogy tegnap este lefeküdtem aludni pizsamában, és most pizsamában vagyok. Hát ez a karantén életmód. Így van, így van. Igen, magam. Na, a mai részben kibeszéljük a pszichopatákat és a szociopatákat. Jól kibeszéljük a hátuk mögött őket. Azt annyira szeretik úgy is. Annyira érdekli őket egyébként. Hogy ki mit gondol róluk, így van. Igen. Szeretnek szabály szerint játszani, meg ilyesmi. Persze, persze. Úgyhogy annyit még elmondok, hogy ez a teljes videó majd csak a Patreonon lesz elérhető. Ti YouTube-os nézők, majd kaptok egy kis ízelítőt belőle, és hogyha tetszik, akkor nyugodtan fel lehet menni a Patreonra, akkor elő lehet fizetni, és ott rengeteg videót fogunk posztolni, ami megéri a havi $5. Na, de jó. Tudtad, hogy van Modern Family a Netflixen most már, meg New Girl? A Modern Family eddig az HBO-on volt, és aztán eltűnt, és most már a Netflixen van, igen. Átszerződtek. Igen, igen. Meg de a New Girl a csajjal, aki úgy néz ki, mint te. Igen. Igen. Azt néztem egy csomó ideig, és utána meg meguntam. Utána már nem volt olyan jó, úgyhogy nem tudom így a... Nem, azt nem tudom, hány évad van, de nagyon sokáig néztem, és utána meg szar lett, mint ahogy általában ugye minden sorozatnál ez, főleg szitkomoknál bekövetkezik. Tehát ez kívül a jó barátoknál. Hát nyilván, tehát ugye az így akárhányszor fogom tudni nézni. Az így jártam anyátokkal, hogy elbaszták? Úristen. Egyébként valamelyik nap, hanem nem régiben újra néztem az Így jártam anyátokkal is, de úgy, hogy az utolsó évadig, és azt már nem, mert nem nézem. Ki kellett ölni az anyát azért, hogy Robinnal újra összejöjjön. Borzasztó, és amúgy is utáltam őket együtt. Amúgy alapból utálom Tedet, vagy nem azt, hogy utálom, de hogy nem. Nyomorult. Szalmas ember. Utálom, mint a szart, mondjuk ki akkor őszintén, de mindig. Marsal szeretem, csak miattuk nézem az egészen. Amúgy igen, meg én bármit is bírom, és szerintem Barney meg Robin együtt, meg kifejezetten jók voltak. És én ezt tökre szerettem, amikor ők együtt voltak. Én nem tudom, én bírtam őket együtt. Én utálom Barneyt, mert hogy a fiúk az ilyenekből tanulnak. Ja, jó, hát igen, de hát ez nem Barney hibája, hogy ja, persze, csak... Tanulni. Tehát, hogy igen, de hogy igen, az tény, hogy ezt így bejátszották a 10-20 éves fiúk, hogy ők a Barneyk, de hát mindegy, én amúgy szerettem őket együtt Robinnal, meg mennyire kurva gáz az egész, hogy így lehetett volna egy tök jó személyiség fejlődése, mert hogy így évadokon keresztül ugye az volt, hogy először falta a nőket, meg hazudott, meg mit tudom én, aztán, hogy megállapodott Robin mellett, és akkor, sőt, már ugye előtte volt neki ilyen, mit tudom én, a Norával, meg mit tudom, volt még valaki talán, igen, és mert ugye másodállásban striptease táncos nő vagyok,
Szóval nem, az Queen volt. Nora volt az okos, a journalist. Tényleg, tényleg. Na, az már hiszem, az gyertem anyátokkal is legalább annyiszor, mint a jó barátokat. Na, jól van, jól van. Na mindegy, és akkor és akkor a végén meg ugyanúgy adnak a szarnak egy pofont gyakorlatilag. Igen, és akkor Robin meg, oh, the guy I should have ended up with. Elképesztő. Meg az, hogy ugye elválnak, és akkor a végén teherbe ejtett Barney striptease táncos nőt, és akkor valami ilyesmi, hogy akkor... Az változtatta meg, mert utána már nem hajkurázta a nőket, hanem csak a gyereknek élt. Igen, de hát ez akkor is több gáz, hogy ez így volt. Meg ráadásul érted, Ted még kb. Nem hűlt ki a halálos ágya az anyának, és már Robinhoz szalott. Nem, mert úgy volt, hogy a kislány mondta, hogy mom's been gone for 6 years. Tehát úgy van, hogy már 6 éve meghalt az anyja, és igen, akkor úgy mesélj el nekik. Aha. Ja, jó. Nem örült még ki. Tökre úgy emlékeztem, hogy ilyen hát tök... Jó, akkor meghaltál, akkor viszem a fiakit. Végre. Mehetek akkor. Végre, most már enyém lehet, Robin. Így van, várok 15 éve. Végre elfoglaltál innen, mellőlem. Amúgy én tökre szeretem azt a színésznőt. Az anyát. Ja, az anyát? Aha. Igen volt még. Mit tudom én? Múltkor megnézt. Annyira jó. Annyira jó színész. Annyira jó volt. Hú, minden szerepet, mintha csak ráírtak. Christine Milliotti. Várjál, IMDb. Valami probléma van? Há, semmi. A Wall Street farkasai. Ő volt a feleség. Fargo. Black Mirrorban is volt. Kuszkusz. Mafia. Millie-ba, Karen, Andrea. Karen az a Peternek a nővére. Nem? Aha. Most, hogy azt is végignéztem egy pár szó. Tudom. Jó kis életem van. Igazi. Na mindegy, szóval őt szeretjük. Na. Miről is beszéltünk? Pszichopaták és a szociopatákról? Így van. Ezt rohadtul benne fogom hagyni, ez kurva jó. Ez az egész megbeszélés, így jártam, hogy jó van. Ja, már elolvastam, nem. Szóval, mind a pszichopaták, mind a szociopaták úgy vélik, hogy rájuk nem érvényesek a szabályok, és se törvényileg alkotott, se társadalmi normák alatt keretezett elvárások nem hajtják meg őket. Mintha csak kívülállók lennének, akiknek minden szabad, ugyanis egocentrikus világképükben gondolkodásuk szélsőségesen énközpontú. Ugye a fejedbe így bepattannak a nevek, fejek. Hát, dehogy. Mások jogait nem tisztelik, semmiért képesek átgázolni mindenkin, aki az útjukba áll. A szoció és pszichopaták egyaránt képtelenek bűntudatot, morális értelemben megbánást érezni. Képesek bánni egy tettükkel, ami esetleg erről... Képesek megbánni egy tettüket, amit esetleg elrontottak, de nem tudják átérezni azt, hogy a saját tettük másnak milyen kárt okozott. A betegség kialakulása. Itt a cikk azt írja, amúgy, hogy pszichopatának szülesz, viszont szociopata leszel a körülményeihez képest, ami szerintem kurván nem igaz, mert mind a kettő lehet, mind a kettő. Ha fejedre ejtenek kiskorodba, akkor lehet pszichopata. Mert attól függ, hogy a frontális leveny
mennyire használja fel az ilyen érzéseket, meg az ilyen fasságokat, mert hogy az felel, itt ezt lementettem, ezt a képet, az felel a memóriáért, a probléma megoldásért, minden érzelemért, a judgmentért, az mi? Ítélkezés. Az ítélkezésért, meg a social és sexual behavior-ödér. Tehát a szexualitásért is az felel. Úgyhogy a szociopatákkal ellentétben a pszichopaták képtelenek másokhoz kötődni, empatikus képességük hiányzik. Nem hiába nevezik őket nagyon gyakran emberi ragadozónak, ugyanis cselekedeteiket csak is saját értékeik határozzák meg, és egy pillanatra sem érzik át a másoknak okozott fájdalmat vagy károkat. Talán durvának tűnhet a megfogalmazás, de sajnos találó, hogy ők azok, aki más emberekben csupán csak saját maguk szórakoztatásának tárgyát látják. Mint a legtöbb gyilkos, sorozatgyilkos. Igen, és azért is különösen veszélyes ez azokra, akik mondjuk nem pszichopaták, hiszen ugye tök sikeresen tudnak ránk jó begyomást tenni. Na persze, úgy manipulálnak, mint a picsa, mert tudják, hogy mit kell mondani, tudják, hogy hogy kell mosolyogni, tudják, hogy hogy kell kedvesenni. Karizmatikus a fellépésük, úgyhogy nehéz is elsőre felismerni őket esetleg, mert teljesen, sőt, igazából elsőre leginkább megkedveled őket, mert hogy ugye amíg az érdekük kívánja, addig úgy fognak viselkedni, ahogy azt mondjuk egy proper human being-től elvárható lenne, sőt, pluszt tesznek bele, és akkor így könnyen a bizalmadba tudnak férkőzni. Igen, az a keddi részben, ami most jött ki, mert hogy ez csütörtökön megy majd fel, a keddi részben ugye Dean Corrról beszélek, aki kisgyerekeket ölt meg, és ő pont ugyanígy használta ki a Wayne Henley-t, az egyik társát, mert hogy csak azért nem ölte meg, mert hogy neki több haverja van, és úgy tudja neki hozni a fiúkat. Persze. A pszichopaták abban jók, hogyha nem is érzik, de megtanulják értelmezni a többi ember reakcióját, így a gyanútlan ember számára az átlagnál figyelmesebb embernek tűnhetnek. Ugye ez, amit mondtunk is. Emellett a pszichopaták többnyire jól képzett, jó pozíció személyek, akiknek állandóan akiknek állandó helyük van a társadalomban és a munkahelyükön is. Stabil családi háttérrel rendelkezve sokszor még a legközelebb állók sem sejtik, hogy kivel élnek együtt, és teljesen őszintén nyilatkoznak a meglepődöttségükről, amikor kiderül szerettükről, hogy például biztosítási családdal több 10 családot tett szándékosan tönkre. Igen, például nagyon jellemző ugye rájuk a hazudozás, tehát hogy az persze, amilyen képet festenek magukról, az általában ugye csak egy ilyen illúzió. Ja. És gyakorlatilag kb. A fele sem igaz. Ted Bundyról hallgattam egy könyvet. Pont itt akartam még mondani az előnként. Mi? Pont a Ted Bundyt akartam még szóval. Azt a konkrétumot akartam, hogy ő felállított magának egy képet, hogy milyen volt a gyerekkora, és amikor az anyát meginterjúvoltatták, akkor azt mondta, hogy egyáltalán nem volt ilyen, tehát nem volt, nem szerették a gyerekek, meg nem nagyon járkált el, meg nagyon ilyen visszahúzódó volt. Ted Bundy meg úgy adta elő, hogy mennyire ízi a kör közepén állt. Igen, igen, meg ugye nála volt az, hogy akkor kezdett el ilyen vonásokat mutatni, meg akkor kezdett el ezeket a dolgokat kitalálni, amikor igazából rájött az ő igazi családi helyzetére, hogy hogyan volt ez az egész. Tehát, hogy ő ilyen nem emlékezett a kora gyerekkorára, és akkor talált bizonyítékot arról, hogy milyen volt valójában a gyermekkora, és akkor az ugye neki nem tetszett, szóval, hogy ki kellett találni valami olyat, ami... Igen. Sokkal jobb volt, és hogy sokkal jobb színben tudja magát feltüntetni, és ugye igazából mindenki, aki mondjuk utólag tudta meg róla, hogy miket tett, de addig
mondjuk munkatársak voltak, vagy barátok voltak, akkor mindenki úgy nyilatkozott róla, hogy hát ő milyen fantasztikus ember volt, és hogy ezt gondoltam. De nála az volt az utolsó szalmaszál, hogy a csaja elhagyta, mert hogy nem lett menő ügyvéd. Micsoda bűn. Igen. Igen, és ugye például ő is, meg úgy általában a legtöbb pszichopata nagyon intelligens volt. Tehát, hogy ez ugye egy belejárója, mert nagyon jól tudnak manipulálni, és ahhoz azért kell ész, hogy ezeket a dolgokat. Igazából szerintem, ezt már említettem régebben is, hogy szerintem azért ilyen okosak, mert el tudnak vonatkoztatni az érzelmektől. És pont azért, mert hogy ők nem úgy cselekednek, hogy akkor hú, szeretem ezt a lányt, akkor értem, mindent megteszek, hanem azért, hogy hú, hogyan fényezhetném ki magam, hogy engem mindenki szeressen. Bölö. Például, vagy azt nézik, hogy milyen érdekük fűződhet ahhoz a személyhez, és nem az, hogy most mennyire szeretik, hanem valakit mondjuk segíthetnek valamilyen pozícióba, akár egy munkahelyen, vagy bármilyen terén az életnek, hogy azért segíthetik a másikat előre, mert nekik aztán abból még jobb lesz. Persze. Akkor nem lesznek a izék, hogy ó, ő mennyit segített nekem, és akkor utána ő is vagy egy ugyanolyan, vagy egy jobb pozícióba kerül. A sziopata a szociopatával ellentétben, ezt már olvastam? Nem. A pszichopata a szociopatával ellentétben mindent tették tudatosan és jól kitervelve viszi végbe. Jó, sok cigi. Gondosan megterveznek minden részletet, és legtöbbször nagyon körültekintően bevédik magukat, hogy elkerüljék a lebukást. Szintén ellentétben a szociopatákkal, ők aprólékosak, hűvösek és teljesen nyugodtak, amikor egy bűncselekményre készülnek. Emiatt sajnos nagyon nehéz megelőzni egy olyan esetleges tragédiát, amit egy pszichopata tervelt ki. Ahogy már említettük, az abnormális agyműködés. következményeként a pszichopata tenyere nem izzad, a szíve nem ver gyorsabban, egy esetleges bűncselekmény előtt és közben, mivel érzelmileg rideg marad, mindvégig. Egy kicsit ezzel is vitatkoznék, mert bár nem ver gyorsabban a szívük, meg nem lesznek idegesek, de egy olyan kémiai anyag szabadul fel az agyukba, amihez utána függők lesznek. Ez egy. A pszichopaták esetében egyáltalán nem működik a lelkiismeret. A pszichopata és a szociopata képesek a bűntudat és a bűnösség érzését valamilyen mértékben megélni. A pszichopatákra sokkal inkább jellemző az empátia és a bűntudat teljes hiánya. Persze, meg simán hajlamosak arra, hogy másokat lekicsinyeljenek, megalázzanak, megbántsanak. Szerintem, nem csak szerintem, hanem simán a fizikai bántalmazás is belefér ugye extrém esetekben. Olyanokkal szemben, akikből nem tudnak ugye előnyt kovácsolni. Ja. Saját bájukkal és karizmájukkal a pszichopaták extrém módon manipulatívak, ezt is említettük már, de ez egy nagyon fontos kulcs ahhoz, hogy felismerjük magát a pszichopatát. A szociopaták nagyobb sikerességgel alakítanak ki személyközi kapcsolatokat. Mivel a szociopaták képesek bűntudat megélésére, így sokkal inkább tudnak mélyebb érzelmi viszonyokat kialakítani. Ezáltal sokkal intenzívebben kötődnek a barátokhoz és a családtagokhoz is. A pszichopaták az empátia sokkal nagyobb fokú hiánya miatt erre gyakorlatilag képtelenek. Ezt majd... várjál... akarom mutatni. Na, kurványát. Ezt megcsinálhattam volna, ameddig vártam.
Na szóval, látod? A fenti az a világosabb. A normál, és az alsó pedig a pszichopata. Menő a top volt, Cynthia. Köszi. Szóval igen, az a zöld, az a normál, tehát azok az érzelmek, meg az ilyen kontrollok, amiket az első lebeny ad, a pszichopatáknál meg az teljesen ki van halva, tehát ott egyáltalán nincs olyan agyműködés, ami az bizonyítaná, hogy ők tudnak ezek képesek. Egészségedre. Köszönöm. Hogy képesek ezekre az érzésekre. Elmentem a boltba vásárolni, bocsánat, csak a tisztentésemre szeretnék kitérni, hogy elmentem a boltba vásárolni, és ugye fertőtlenítettem utána a dolgokat, úgy, hogy fertőtlenítős kendőre egy nagyon kicsi domestoszt raktam, össze dörzsölgettem, és akkor így, és ugye a domestosz az még a kezemen van egy kicsit, és ahogy az előbb így voltam, így irritálja a kis nyálkártyámat, hogy ezért volt a... Nóra nem hallgatta, ő csak OCD-s. Látom, hogy az ajtót, meg hányszor megy vissza. Bezártam az ajtót? Igen, megnézted négyszer. Képzeld, erről már leszoktam. Igen? De a réteget nem mindig kihúzod. Mindent, persze. Ma ráadásul is szörnyű felismerés ért, hogy a saját édesanyám nem húzta ki a laptopját a konnektorból, tehát teljesen elárulva érzem magam, úgyhogy lehet, hogy el is megyek minden itthonról, visszamegyek Budapestre, mert nem biztos, hogy így tudok ebben a háztartásban tovább élni. Hát hogy tudom, mielőtt mész lefeküdni. Tehát, hogy ez egyértelmű volt, ahogy észrevettem, hogy... Ne töltődjön a kurva laptop. Hát véletlen. Hát de érted, nem használja éppen, tehát, hogy... Felrakta tölteni. Ezt úgy is meg lehet oldani, amikor már használod, érted? Nem kell itt hagyni. Sajnálom. Tanács mindenkinek, hogyha elmentek arról, akkor húzzatok ki mindent. Ez amúgy egy jó tanács, mert csináltunk ilyen fire safety órát egyszer, és nagyon lesokkolódtam, hogy Igen, tehát egyébként ez nem azért, nem csak az OCD miatt van, hanem azért ez tényleg egy paradox. De az az igazság, hogy elkezdtem kihúzogatni mindent a konnektorból, azután az óra után, de utána már annyira leszartam, hogy visszadugtam mindent. Szörnyű. Én nem tudok így élni, hogy ki legyenek húzva a dolgok. Pedig simán lehet. Nem, hát nyilván, tehát, hogy én akkor szoktam mindent kihúzni, amikor elmegyek otthonról. Tehát, én nem tudnék úgy elmenni otthonról, hogy mondjuk a telefontöltő be van dugva, és nincs rajta a telefon. Tehát, hogy így, az így nem. Az nálam. Amúgy ez teljesen jogos, hogy spórolsz is. De amúgy tényleg, ez teljesen jogos. Csak én egyszerűen nem tudok hozzászokni ehhez az életmódhoz, sajnálom. Majd, hogyha legközelebb meglátogatlak, akkor tartok egy tréninget. Jó rendben. Mint Sheldon a izébe, házában. Így van, így van. Bla, bla, bla. Ennyi voltam. A többit már mindent beszéltük. Jó. Akkor jöjjön a pszichopátia a munkahelyen? Igen, te jössz. Jól van. Akkor egy kicsit szeretnénk még arról beszélni, hogy milyen hatásai lehetnek annak, hogyha főnökünk vagy kollégáink pszichopátia jeleit mutatják, vagy nem csak hogy mutatják, hanem egyenesen pszichopaták is. Nyilván mindenki találkozott már ilyennel. Boldog szülinapot. Hogy micsoda? Nyitok még egyet. Boldog szülinapot. Ez a... Gin. Aha. Gin. De ez nem a zéró. Vagy ez a zéró? Zéró? Nem. Amit mondtál, hogy... Ja, dehogy, ezt már kivasszom a picsával. Olyan undorító volt ez íze, hogy azt hittem összeokádom magam. Nőj. De nem ittam meg, mert amúgy is a gin tonicból csak ezt a limonádésot szeretem. Ja. Mert amúgy meg keserű a tonik miatt. Igen, de az jó volt, amit megittunk egy üveggel, amikor ott voltam.
Az is izé volt, ilyen pink lemonade-del. Rózsavízzel. Rózsavízes, tényleg. És mivel itt? Pink, ja nem, ez pink lemonade. Hasonló. De, igen, de hogy mivel ittuk, azt még pluszban valamivel összeöntöttük. Mármint, hogy valami izé. Akkor nem aperolt ittunk? Nem. Aperol, prosecco és valami még? Tudti, hogy nem azt ittuk, hanem a rózsaszín, a rózsavizes csínt, de hogy mit öntöttünk bele? Rózsavizet. Ja, hogy rózsavizes... Öntöttük rá a csínre. Azért lett olyan pink. De nem maga a gin is, nem? Lehet, hogy pink gint vettünk, de annak ugyanolyan szaríza van, mint a normál ginnek. Csak... Jó, rendben. Jó, hát akkor térjünk vissza a kis kitérő után, hogy milyen intő jelekre figyeljünk a munkahelyen. Ja, ne ígyatok. Nem jó dolog. Ne, egyáltalán nem. Ezt azért mondjuk, hogy nem szórakoztunk jól, amikor gint ittunk. Rossz volt. Kifejezetten rossz volt. Azóta sem ittam gint. Gint. Hazudni nem akarok. Most beszéltük meg, hogy a pszichopaták hajlamosak a hazudozásra, szóval. Szóval pszichopata vagy? Szóval nem hazudtam. Azóta nem ittam gint. Ja, értem. Érted. Szóval, elsőre nehéz lehet felismerni a pszichopatákat, mivel könnyen a bizalmunkba férkőznek, és sikeresen tesznek ránk jó benyomást. Ennek is köszönhetik azt, hogy az állásinterjúkon általában kiemelkedően szerepelnek. Ugye erről beszéltünk már, hogy karizmatikusak. Yeah. Ameddig érdekeik úgy kívánják, nagyon megnyerően kommunikálnak, és karizmatikus fellépésükkel képesek kivívni a szimpátiánkat. Jellemző rájuk, hogy kínosan ügyelnek a külsejük és a ruházatok minden apró részletére, mivel az a céljuk, hogy a megjelenésükkel legyőzzenek bennünket. Hosszabb távon azonban kimutatják a fogunk fehérjét, és előtérbe kerül a személyiségük sötét oldala. Mindenképpen megszólalhat bennünk a vízcsengő, ha a kollégánk vagy a vezetők rendszeresen és mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül az általunk elért eredményekkel ékeskedik, és elfogadja másokat, másoktól az azokért járó dicséretet. A pszichopatáknak ugyanis jellemzően gyengébb a teljesítményük, mivel elsősorban nem szakmai alapon, hanem az intrikákban való jártasságukkal és mások kihasználásával érik el a ranglétrán való előrehaladást. Ennek érdekében pedig... Volt főnökemről beszélsz? Igen, szerintem róla szedtem össze ezt a kis cikket, hogy bemutassuk mindenkinek, igen, hogy mi körülmények. Így van. Tökéletesen leírtad, hogy így van. Miket csinált. Igen. Ennek érdekében pedig, már mint a ranglétrán való előrehaladás érdekében, ha az éppen aktuális szituációban az számukra előnyös, akkor gond nélkül sajátjukként tüntetik fel a teljesítményünket. Gyakran találjuk őket vezető pozícióban, ami abból is következhet, hogy a beosztottak irányítása, a szakmai sorsuk befolyásolása lehetővé teszi számukra az agresszivitásuk levezetését, illetve a dominancia és hatalmi igényük megélését. A rendkívül gyenge empátiás készségük folytán is könnyedén hoznak meg olyan vezetői döntéseket, amelyek a beosztottak érdekeinek figyelembe vételétől való elzárkózást és érzelmi távolságtartást igényelnek, mindez pedig általában egy nagyon autoritár, az alárendeltek igényeit semmibe vevő vezetési stílust eredményez. Mindenképpen figyelmeztető jel lehet számunkra az is, ha egy vezetőnket vagy kollégánkat folyamatosan ellenséges hangulat lengi körül. A pszichopaták ugyanis érvényesítésük során nem riadnak vissza a durva, mások érdekei teljesen figyelmen kívül hagyó olyan módszerektől sem, mint a nyílt fenyegetés vagy hazudozás, ami a rájuk jellemző agresszivitással és impulzivitással társulva nagyon feszült munkai légkört eredményezhet. Ez is nyílt. Valóan nem. Mi az? Ami. Rings the bell? Nem voltam még ilyen szituban. Nem, soha. Hát milyen szerencsés ember vagy te, a koszténtia. Egyik munkahelyem itt Londonban. Semmi más.
Így van, így van. És neked nem? Nem ugrik be senki? Hogy is. Neked soha nem voltak ilyen vezetőim és kollégáim. Dehogy, hát... Nem, nem, nekem nem. Az előző munkahelyedem gondolom elég sok volt. Igen, gyakorlatilag a cégnek a 90%-a. Jó, nem a 90%-a, de ott igen, ott azért lehetett szemezgetni. Ebből a vezetői, illetve kollégális stílusból. Egy pár példát, de nyilván nem. Szóval, több kutatás is bizonyítja, ha egy pszichopátiás vonásokat mutató emberrel dolgozunk együtt, különösen akkor, ha az illető a főnökünk, akkor elégedetlenebbek leszünk a munkánkkal, és nagyobb valószínűséggel fogunk állást váltani. Ugye nem ez fordult elő velem konkrétan. Velem se, hogy úgy cakumpak eljöttem. Nem, én se úgy mondtam fel, hogy nem volt másik hely még, ahova menjek. Azt is, még azt is el tudtad intézni, hogy, izé, hogy ne kelljen bemenned több. Az kúra jó volt. Sikúzik a teljes küzdőd. Igen, igen, tehát hogy szerintem a legjobb kilépés valaha egy munkahelyről az, ahogy én kiléptem, ugyanis nem kellett letöltenem a felmondási időt, viszont megkaptam érte a fizetést, tehát gyakorlatilag egy másfél hónap az fizetett szabadságom voltam. Ez is azért volt, mert szerintem a HR látta, hogy mi a baj. Persze. Nem akarták, hogy szarszájuskodj el a céggel. Így van, tehát ami azért az, ami már ott ment, igazából senki nem kérdőjelezte meg azt, hogy elmehettem volna ezzel az egészen a HR-re, meg igazából ugye amikor én felmondtam, azzal abban a csapatban elindítottam egy lavinát gyakorlatilag, mert hogy ugye még egy ilyen 4-5 ember mondott fel, köztük a főnök is, mert hogy nem a főnökkel volt igazából ugye a baj, hanem inkább a főnök főnökével, vagy más beosztottakkal, tehát a főnök is, tehát neki volt egy kisgyereke, és úgy mondott fel, hogy nem volt más még akkor, ahova mehetett volna. Mennyire lehetett és azért ő már egy olyan fizetést kapott, amire mindenki azt mondaná, hogy azzal így boldog lenne, és még ő is azt mondta, hogy na jó, hát akkor ő ebből nem kér, szóval, hogy azért itt, igen. Na minden. Most az, hogy boldogtalan tesz a munkád, az nem, tehát az teljesen más. Tehát, hogyha megkapod azt az X összeget, amitől már teljesen boldog vagy, meg jól élsz, az nem, hát az érzelmi fasságokat, nem tudom, hogy mondjam, az, hogy hazamész, és akkor kurva ideges vagy minden nap, annak semmi izé, nem egyszerű ki egymást. Meg hát érdekes ugye, hogy hétfőtől csütörtök estig nem tudtam elaludni egyik este se, péntek szombaton úgy aludtam, mint a bunda, és kipihenteni ébredtem, majd vasárnap újra ugyanaz előjött, hogy nem tudok elaludni, és nem tudok felkelni, stb. Igen. Szóval ugye arról beszélünk. Ha csörög az órát hétfő reggel, úristen, megint be kell menni ebbe a szarba, és akkor úgy káromkodva öltözöl fel, elszívsz 40 cigit, mielőtt bemész a melóhelyre. Igen, igen. Így a lakástól, a trolliig egy olyan 3 perc volt a séta, és nyilván szívtam cigit közben, amíg odaértem a megállóba, majd ha nem jött a troli akkor is, ha leszálltam, az volt az első. Úgy kell, hogy át kellett szállnom egy bizonyos helyen, egy másik tömegközlekedési eszközre, és volt, hogy leszálltam a troliról, és ott volt már a buszom, mire fel kell szállnom, de inkább megvártam a következőt, mert hát... Én már rágyújtottam. Igen. Nehogy meg ne legyen meg az 5 cigi adag meló előtt. Meló előtt, így. És akkor is, amikor beülsz a székbe, már fél óra után cigizni kéne. Persze, gyakorlatilag azt mondtuk, hogy bekapcsoltunk, és lementünk kávézni, egy cigizni, szóval, hogy így. Igen, de aztán ugye, mivel ilyen jó volt a légkör, ezért egy-egy ilyen session után, ami mondjuk maximum 10 perc volt, tehát hogy azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor leültünk egy fél délelőttöt, és elkávézgattunk, meg cigizgettünk, hanem egy-egy ilyen 10 perces szünet után, már mire visszaértünk a géphez, fogadott az üzenet a főnök főnökétől, hogy szia, merre jársz?
Tehát, hogy így, de volt ilyen is, aki mosdóba ment el, és mire visszaért volt ez az üzenet, vagy hogy így nem látta ott a helyén, és akkor már így, hol van, mit csinál? Szarni voltam. Mindegy is, igen. Szóval, hogyha pszichopátiás vonásokat mutató emberrel dolgozunk együtt, különösen, hogyha a főnökünk, akkor elégedetlennebbek lehetünk a munkánkkal, és válthatunk munkahelyet hirtelen felindulásból is akár. Mondjuk nálam ugye beigazolódott, hogy életem legjobb döntése volt, szóval, hogy így van. Tehát, hogy döntöttél volna minden jobb, mint az az IBM. Persze. Majd akkor nem, tehát nem magával a céggel van a baj, hanem azzal a csapattal volt ott különösen a baj, hiszen azért előtte is ott dolgoztam másfél évig, és azzal nem volt akkora problémám. Tehát így. Hát, tudom, a bívén... A csapattal amúgy emberileg semmi baj nem volt. Nálunk mindenki nyomorult volt. Mindenki. Érted? Tehát mindenki? Mindenki. De még más departmentekből is mindenki nyomorult volt. Igen, azért ilyen is előfordul nyilván. Ja. Szóval. Bocsánat. Kevésbé lehetünk elégedettek a munkánkkal, ugyanis a pszichopátiás vonásokat mutató kollégák vagy főnökök olyan légkört teremtenek maguk körül, amelyben mindennaposak a durva sértegetések. És ugye, nem volt olyan, hogy meeting után sírni mentem a nekem sem, hogy lementem ebédszünetre 10-kor. 9-kor kezdek. Nem, hát ez nem volt ilyen, persze. Szóval mindennaposak a durva sértegetések és a pszichoterrort kimerítő magatartások, amik fokozatosan megmérgezik a munkatársainkkal való kapcsolatunkat, és ennek eredményeképpen egymással is kevésbé leszünk segítőkészek. Ugye ez milyen kifizetődő minden cég, csapat, illetve vezető számára, hogyha az emberek, akik alatt dolgoznak, gyakorlatilag megutálják egymást azért, mert ő olyan légkört teremt. Így van. Az üvöltözés is megszokott eszköztáruk lehet, legfőképpen akkor, ha vezetői beosztásban vannak. Ugye nem ezért mentünk mi is sírni, mert nem velünk, és megaláztak minket a meetingen egyáltalán nem. Ó, erről eszembe jutott, volt egy meeting, ez nagyon szíven ütött, és jöttek mindenféle office-ból, tudod, Cardiff-ból, meg mit tudom én, ilyen nagyon fancy meeting volt, és akkor össze kellett ülni, és akkor, mint az óvodások, ki kellett írni egy kártyára, hogy mit szeretsz az irodában, meg mit nem. És akkor majd a HR majd intézkedik, ők meghallgatják, amit mondasz, és akkor rám került a sor nyilván, és akkor az a csaj, aki elvileg az adminoknak a menedzsere volt, és én is admin voltam, csak hogy az én főnököm kisajátított, mert hogy neki kellett egy asszisztens, és akkor ő azt mondta, hogy hát, hogy neki nem lehet véleménye, mert hogy ő nem is az adminokkal dolgozik. Hát nekem nem lehet véleményem, érted? Nem, egyáltalán. Miért is akartál véleményt mondani? Nem is értem. Hogy mi a... Mondom, jó, akkor nincs véleményem. Ilyen ribant. Így van, így van. Ha pedig gyakran vagyunk szenvedő alanyai a méltóságunkat sértő, durva és olykor a munkatársaink előtt történő számonkérésnek, ez kifejezetten romboló hatással lehet az önbizalmunkra, és még akár a saját képességeinkben is elkezdtünk kételkedni. Ezek alapján talán nem meglepő, hogy a pszichopaták környezetében meglehetősen nagy a fluktuáció, mivel jobb megoldás hiányában inkább kilépünk abból a szinte már ártalmas hatású hangulatból, amit maguk körül teremtenek. Így van. Igen. Szóval, ja, tehát, hogy ez így senkinek nem jó, ugye? Tehát, hogy ez ilyen körülmények között nem lehet dolgozni hosszú távon, mert teljesen beleőrül az ember. Tehát tényleg ez, hogy az alvásra, a mindenre kihatással van. Tehát ugye én annyira voltam csak stresszes, hogy gyakorlatilag mindent, ami az utamba kerül, felzabáltam, és egy csontváz voltam gyakorlatilag.
Jó, nem. A szemed alatt mekkora karikák voltak. Hát olyan, mintha ez az egér így. Igen. Gyakorlatilag igen. És elkezdtél az új helyen dolgozni, és akkor egy hét alatt így kivirult az arcod, eltűntek a karikák. A bőr, minden. Tehát, hogy így. Simán tudsz röhögni mindenem. Hihetetlen. Igen, érdekes. Vajon mi lehetett ennek az oka? Nem tudom. Lehet, hogy el kéne mennem valami kivizsgálásra. Lehet, hogy vérfogom vagy. Lehet, hogy én akkor voltam koronás. Tavaly. Lehet, hogy én magam vagyok a buszon. Neked teljesen mindegy, mert neked ilyen szuper koronád van, mert neked már minden második nap koronád van. Naponta többször is van, hogy... Ja, jó, bocsánat. Naponta többször is van koronád. Valamikor tök gyors a lefolyásod. Így egy-két óra alatt elmúlik. Miért nem injekteled be magad Domestosszal? Azt kéne egyébként megfogadva ugye jó tanácsokat különböző vezetőktől. Pszichopata vezetőtől. Egyáltalán nem. Szóval lehet, igen. Hát hallottam ezt, megnéztem ezt a videót is, ami volt az interneten erről, és hát én egyetértek vele. Szóval magamon ki fogom próbálni, és senki másnak próbálják. Én kipróbálom. És de az a vicces, hogy 30 ember már meghalt. Amúgy igen. Tehát ugye annyira durva, de úgy, hogy amúgy... És utána a másik interjúján meg azt mondta, hogy hát én csak szarkasztikus voltam. Csak vicceld, hát hogy is. De vicces. Úgy, hogy úristen, ezután, a nyilatkozott után egészségügyi szakemberek kértek mindenkit, hogy véletlenül se csinálják meg ezt, és többen már meghaltak. De elképesztő, elképesztő. Várj egy kicsit. Várok. Akkor mennyi lehet? Hello! Köszönjük, hogy velünk tartottatok ma. Amint látjátok, Cynthia nem hajlandó foglalkozni ezzel az egésszel, úgyhogy helyette köszönök én. Sziasztok! Na, csá! Hello! Hello! Hello. Na, még néhány szót ejtsünk arról szerintem, hogy milyen hatásai vannak a szer annak, hogyha mondjuk egy pszichopátiás vezető van az egész cégre vagy a szervezetre, hiszen ugye nem csak az emberekre lehet rossz hatással, és akkor utána jön wrap-up az egészre. Szóval a munkatársakat érintő előbb említett negatívumok természetesen közvetetten kiadnak a szervezet egészére is, ugyanakkor vannak olyan hátrányok, amelyek közvetlenül érintik a céget, intézmény. Ide tartozik például az, hogy a pszichopátiás személyiségű embereket leginkább a saját anyagi gyarapodásuk és sikereik vezérlik, a munkaadójuk érdekeiben pedig nem foglalkoznak. Ugye nyilván, tehát hogy erről beszéltünk abban az esetben is, amikor a személyes kapcsolatokról volt szó, ja. Hogy ők csak a saját érdekeiket nézik, ők miért néznék a cégnek az egész, a cég egészének az érdekeit. Hát az a lényege, hogy neki legyen a legtöbb pénze, az tök mindegy, hogy ki, mi, hogyan húzza le magát a vécén. Igen, meg az is tök mindegy, hogy most a A cég tönkre megy, mert akkor majd megy a B-hez. Tehát, hogy persze. Tök jó a tapasztalata. Így van, így van. Beleírhatja, ő vezető volt, így van. Saját rövid távú céljaik, például előrelépés jutalom, azonnali elérésének hajlandóak alárendelni a cég hosszú távú érdekeit, ezért különösen káros lehet a tevékenységük, ha olyan pozíciót töltenek be, amelyben előremutató stratégiai döntésekért lennének felelősek. Vezetőként gyakran passzív, nem törődöm stílus jellemzi őket, mivel igyekeznek kivonni magukat azokból a helyzetekből, amelyek nem kizárólag az ő érvényesülésüket szolgálják. Ezzel függ össze, hogy hajlanak a felelősség alól való kibújásra és a döntéshozattal halogatására, ami meglehetősen destruktív hatással van a szervezetre. Ha pedig érdekük úgy kívánja, akkor szándékosan ellenségeskedést szítanak maguk körül, hogy az így kialakuló káoszban jobban tudják érdekeiket érvényesíteni. Fontos azt is megemlíteni, hogy vezetőként gyakorlatilag nem tulajdonítanak jelentőséget a beosztottak emberi igényeinek, ami pedig a szélesebb társadalmi összefüggéseket illeti, a cég irányítása során nem foglalkoznak olyan szempontokkal, mint a társadalmi felelősségvállalás vagy a környezetvédelme. Igen. Igen.
Igen, meg ez a döntéshozatal halogatása is fontos szerintem, mert abszolút a felelősségvállalás az teljesen hiányzik belőlük, viszont ugye, amit ezelőtt beszéltünk, hogy a sikerekkel, tehát más sikereivel viszont simán fognak ékeskedni, tehát hogy őket ne kérje számon senki, ők bárkit számon kérhetnek, és lehetőség szerint tenegőt hagyják békén, őket hagyják békén, és akkor így mindenkinek. Erről eszembe jutott két sori gyilkos. Az egyik az volt, hogy készülök a jövő heti sztorimra, és megnéztem egy interjút magával a gyilkossal. A világon nem láttam még ennyire halott szemeket. Nyilvánvalóan be lett vele tanítatva a szöveg, hogy mit válaszol a kérdésekre. De ez nem úgy van, hogy akkor randomra odamész, és akkor megkérdezett tőle, és akkor ő majd az őszintén válaszol. Tutira meg volt rendezve az egész, és ilyen halott szemekkel ismételte, amit szerintem már az előtti nap olvasott. Nagyon durva volt. A másik meg az, hogy volt egy másik sorozatgyilkos, aki magára vállalt 300 gyilkosságot, és körülbelül 20-at csinált ő, de azért vállalta magára, mert azt hitte, hogy ez sokkal menőbb. Menőbb, persze, persze, igen. Sokkal nagyobb lesz a, mit tudom én, a... Mi az? Híre? Híre? Igen, aha, igen. Meg a respect. Igen. Igen, ez ilyen sorozatgyilkos parok méregetés gyakorlatilag. Persze. A legtöbb meg fel se állsz, tehát mindegy. Persze. Elégesen. Na, mi legyen még? Ma még valami? Ennyi voltam igazából ezzel. Esetleg arról lehet még egy kicsit beszélni, hogy milyen megoldás van arra, hogyha ilyen. Még arról van egy részem. Azt felolvashatod. Jó. Ez egy neurológiai gyógyszerek mindenféleképpen, nem? Mármint, hogy nem a erre a dologra, hanem arra, hogyha a munkahelyeden van. Ja. Vagy mondjuk mit tegyél. Ja, akkor lehet, hogy egy kicsit belemegyek abba, hogy hogyan lehet kezelni a sziopatát. Jó. Kezdjem én, vagy te kezded? Kezdjed. Jó. Van-e megoldás arra, hogyha ilyen kollégánk vagy főnökünk van? Egyes szakértők szerint egyénileg nem sokat tehetünk, hiszen ha egy pszichopatát szembesítünk a tetteivel és a lebukás veszélye felsejlik előtte, akkor jó esélye pszichés bántalmazással fog reagálni, például a nyílt fenyegetés vagy megfélemlítés, de akár a tettlegességig is fajulhat a helyzet. Van olyan álláspont, amely szerint a munkahelyváltás lehet az egyetlen megoldás, különösen akkor, ha a főnökünkről van szó. Valójában a cégnek van nagyobb mozgástere, és ezáltal felelőssége a velük kapcsolatos fellépésben. Az új munkaerő felvételekor ugyanis jó eséllyel kiszűrhetjük az ilyen vonásukat mutató személyek. Ehhez azonban önmagában nem feltétlenül elegendő a hagyományos interjú módszere. Mindenképpen szükséges a korábbi munkaadóktól és munkatársaktól információk beszerzése a jelöltről, továbbá a kiválasztás során hasznosak lehetnek a szituációs feladatok is, melyek mélyebb betekintést adnak az érintett munkai működés módjába. Azonban ennél is fontosabb, hogy a személyi ügyekkel foglalkozók megfelelő gyakorlattal és ismeretekkel rendelkezzenek a pszichopaták kiszűrésére. Ez a tudás elsajátítható, illetve fejleszthető. Akár egyetlen pszichopátiás vonásokat mutató személy is tönkreteheti egy munkai légkörét, így nagyon fontos az, hogy kiszűrjék. Azonban az a baj ezzel az egésszel, hogy most ezt egyik munkaadó sem fogja megcsinálni, hogy majd még az előző munkahelyről, meg szituációs feladatok, meg mit tudom én. Egyrészt akkor kb. Soha nem lenne felvéve új ember, másrészt meg akkor egy-egy ilyen interjú az egy ilyen végeláthatatlan folyamat lenne, és várnál egy évet az eredeti interjúdésak között, hogy felvesznek. Az Allianznál volt ilyen interjú, 6 órás volt. Volt matek, volt ilyen csoportfeladat, volt ilyen referencia, volt ilyen, hogyan tudod kezelni a hívásokat már úgy az első napon.
És akkor a végén az volt, hogy akkor mindenki várt, mit tudom én, x órát, és akkor ABC sorrendben behívták az embereket, és kielemezték a teljesítményedet. És az én teljesítményem annyira szar volt, mert hogy én nem érzem jól magam ilyen helyzetekben, se a csoportizében, tréning nélkül se telefonhívásokat nem szeretek fogadni, semmi ilyesmit. És akkor tudod, mindent bele úgy a közepébe. Tehát, hogy én teljesen alul teljesítettem, és azt mondták, hogy hát, hogy hát az emberi kapcsolattartáson, meg izékkel, meg a közös csapatmunkákon, meg ilyesmin lehetne javítani, és akkor majd, hogyha én ezeken javítottam, akkor majd jelentkezzek. Oké. Rendben. Elnézést. Elnézést, hogy egyébként ez egy ügyfélszolgálati volt, ilyen állat insurance-ra, hogy el kellett intézni az ügyes bajokat öreg néniknek, akiknek van kutyájukra biztosításuk. Ez fontos volt egy 6 órás interjú. Igen, meg az a baj igazából, hogy most ezt így előre kiszűrni, ez tényleg tök nehéz, meg az, hogy nagyon sok idő lenne az, hogy ezt így csinálják a cégek. De ami ennél szerintem fontosabb lenne, hogyha már mondjuk észreveszed csapaton belül, akkor lehessen kihez fordulni. Tehát akkor a HR az tényleg olyan HR legyen, mint ami mondjuk a jelenlegi munkahelyemen van, mert ott tudom, nem saját tapasztalatból, de mások tapasztalatából, hogy ha fordulnak hozzájuk valamivel, akkor ott történik is valami. De ne az legyen, hogy mondjuk félni kell attól, hogy valaki vezet beosztásban van, de terrorizál, és nem tudsz mit csinálni, mert hogy gyakorlatilag meg van kötve a kezed, hogy nem tudsz kihez fordulni. Hiszen az ő főnöke is mondjuk az ő pártjánál, vagy ugyanúgy pszichopata, vagy pszichopátiás vonásokat mutat, és akkor a HR-nél meg nem lehet mit csinálni, mert hát ők felső vezetők, és akkor úgysem lesz. Te pedig csak egy kicsika vagy. Szóval szerintem erre kellene hangsúlyt fektetni, de hát ezt meg nyilván nem. Mi fogjuk megváltoztatni a világban. Sajnos ez Sajnos nem. Az a baj, hogy a mentális betegségekre még mindig nincs akkora figyelem, mint a fizikai betegségekre. Pedig ugyanúgy, tehát hogyha meg vagy fázva, akkor elmész orvoshoz. De hogyha nincs rendben minden a gondolataiddal, meg az agyműködéseddel, akkor megint csak elmehetsz orvoshoz, csak pszichológushoz. Tehát ebben semmi szégyelnivaló nincsen, de a mai világ még mindig úgy kezeli, mint hogyha úristen, ez egy őrült. Őrült. Terápiára. Kezeld magát. Te is elmész, hogyha aranyered van, vagy bármilyen faszom betegséged, hogyha koronás vagy elmész egy orvoshoz, vagy az orvos megy el hozzád. Ja, telefonon felhívod. Ja, akkor ott ilyen telefonpátiás gyújítás van. Telefonpátiás, igen. Igen, igen. Amúgy ezt írja, hogy a kezelés és gyógyulási esélye az attól függ, hogy milyen hamar diagnosztizálják, és hogy mennyire nyitott a terápiára, mert hogy még erre az ilyen neurolotikus, vagy az, jól mondtam, nem? Mit mondtál, neurolotikus? Nem, neú. Nincs leírva ide, csak hogy mindegy, szóval az ilyen agyi impulzus gyógyszerek, azok nem hatnak, tehát az inkább ilyen skizofréniára, meg ilyesmire van, hogy vigye azokat a hangokat, amiket hallasz, viszont erre az nem jó, ezért mindenképpen terápia, meg becsekkolni a terapeutával, és itt azt írja, hogy többször hetente, és akkor talán van esélyed arra, hogy ne legyél egy geci. De hát ahogy úgy mondod el a izének, a pszichopatának, hogy beteg vagy, menjél orvoshoz, azok nem fogják elismerni. Persze, tehát ez abszolút működésképtelen gyakorlatilag, mármint az, hogy valakit te meggyőz arról, hogy neked pszichológusra van szükséged. Meg ez amúgy tehát annak a szempontjából is meg lehet érteni, aki kapná ezt a visszajelzést, most nem feltétlenül a pszichopatákra gondolok, hanem bárki, aki bármilyen mentális betegséggel küzd, és azt ne azzal támadjuk meg, hogy tamennyi a pszichológus.
akkor abban már az a fennhang van, hogy mi azt gondoljuk, hogy ő... Nem, persze, hanem normálisan meg lehet mondani. Meg hát a HR-ben ennek is kéne, mit tudom én, valami keze legyen, valamit letesztelni, hogy akkor erre az emberre sok reklamáció jött, akkor nézzünk bele, hogy miért is jött ennyi reklamáció. Persze, de hát ugye a HR-en nagyon elfoglaltak szoktak lenni általában az emberek. Az egyik haverom HR-ben dolgozik, úgyhogy erről most nem nyilatkoznék. Nem, hát nyilván tisztelet kivételnek, de általában egy ilyen a hatalmas multicégnél a HR nem feltétlenül egy olyan department, ahova bármivel tudsz fordulni, tehát, hogy így. Mostani cégnél a HR-re egy rossz szavam sincsen, bármit felfordultam hozzájuk, akkor segítséget kaptam azonnal. Tehát, hogy ez így... Teljesen jó. Igen, az előző helyen meg egyszer az egyik munkatársam tavaly februárban igényelt egy munkáltatói igazolást, azóta sem kapta meg. Tehát, hogy több mint egy éve. Azóta, tehát, hogy nyilván azért nem ment utána, mert amihez kérte, arról kiderült, hogy végül nem kell munkáltatói igazolás ahhoz, de hát a HR-nek az utasra jutott ugye eszébe, hogy hoppá valamit. Nincs rendben. Köszi. Nyomorultak. Na, fasz. Átment a domestos innen, nem? Ja, lehet. Nem. Kinyitottam az ablakot. Ja, hát akkor allergia. Ezt tudod, én nekem már kis lehet nyitni az ablakot. Neked nem, mert rögtön begyulladok. Egészséges. És a tarkom. Na, jó. 5 perc nyitottam ki az ablakot. Jó. Így van, így van. Na, várjál. Jaj. Meg vagyok. Na, akkor wrap up. Jó van. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a részben is, meg hogy előfizettetek a Patreonra. Teljesen jók vagytok. Látogassatok el a www.anyuzsolledger.com-ra. Van egy csomó újdonság. Nem csomó, de van újdonság. Úgyhogy mindenképpen az a magja mindennek, szóval onnan mindent megtalálhattok. Csók közön! Viszlát! Viszlát!